Zajlik az élet a kőbánya alsó vasútállomáson, meg általában is a kőbányai vasútállomásokon, és folyamatosan történnek különböző dolgok. Most éppen minek vagyunk tanúi? Ugye itt ez a kőbánya alsó állomás, ez két vasútvonal életében is érintett, a Budapest-Lajos-Mizsei vasútvonal, és ami még fontosabb, a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal kapcsán. Ugye ennek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalnak a kihasználtsága a legnagyobb az egész hálózatunkon, egész Magyarország területén. Évente nagyságrendileg 18 millióan utaznak csak azon a vasútvonalon. Most ennek a vasútvonalnak a felújítása már tavaly elkezdődött, Budapest nyugati és városligeti elágazás között, majd folytatódott kicsit kiebb utazva Vecsés és Üllő között, és ma pedig elkezdték az Üllő és Monor közötti szakaszt. Most amit itt lehetett látni az elmúlt hetekben, napokban, az a Kőbánya Teher és Kőbánya Kispest között zajló felújítás, amit a tegnapi napon 29-én befejeztek, és vissza is tudtuk adni a vasúti forgalomnak. Ugye ez a vasúti szakasz, mivel Budapesten belül van 80 km/h lett kialakítva erre a sebességre, és a folyamatos elhasználtságtól sebességkorlátozásokat, lassú jelek kellett rajta bevezetni a biztonság érdekében. Ezek 20-40-60 km/h lassú jelek voltak, és ezt szüntették meg az elmúlt hetekben azzal, hogy cserélték az úzott kőágyazatot, illetve a vágányokat nagy géppel beszabályozták. Ugye ennek nem csak a menetidő szempontjából van jelentősége, hogyha ugye lassabban közlekedünk, akkor megnő a menetidő, hanem iszonyatosan mondhatjuk, hogy a lehetőségek a kapacitás határáig ki van használva ez a vasútvonal a vonatok közlekedtetésével, tehát hogyha egy vonat késik, akkor az már dominószerűen borítja a többi vonat közlekedését. Ezért is volt ennek kiemelt jelentősége. Itt most éppen elhalad mellettünk egy vonat, és amit mondott, hogy milyen hatalmas létszám veszi igénybe ezeket a járatokat, az nyilvánvalóvá teszi, hogy folyamatosan rendben kell lennie a közlekedésnek. Az önök mutatói szerint ezek a fejlesztések, amiket végeznek, mennyire eredményesek, hogyan javul a szituáció? Ugye az elmúlt években sajnos nagyon sok probléma volt kifejezetten ezen a vasútvonalon, ezért is élvezett és élvez prioritást az, hogy ezt rendbe kell hozni, meg kell csinálni. Kifejezetten ennek az állomásnak az érintettségében évente körülbelül 600 ezer fel- és leszálló utas van, és évente körülbelül 56 ezer vonat áll meg itt, amit tovább utazáshoz, fel- és leszálláshoz igénybe tudnak venni az utasok. Bízunk abban, hogy ezzel a kiszámíthatóságot tudjuk biztosítani, tehát ezáltal nem fog csökkenni a menetrend szerinti, a menetidő, csak egyszerűen kiszámíthatóbbá, biztosabbá válik a vonat közlekedés, és csökken a tulajdonképpen jogos utaspanaszoknak a száma. Az utasok alapvetően azt látják, ami látható, tehát a vágányok felújultak, meg jó néhány más változás történt. Ennek az irányítási műszaki háttere, amit mi nem látunk, az szintén változik? Ez a felújítás, amiről eddig beszéltünk, ez kifejezetten a vágányokat érintette, és kifejezetten az volt a feladata, hogy a sebességkorlátozásokat, amik a nagyon-nagyon erős terheléstől, kihasználtságból adódtak, azokat megszüntessék. Most, amit még itt érzékelhettek már az elmúlt időszakban, és majd szeptembertől kezdve ismét érzékelhetnek az utasok, hogy nem csak a vasúti pályát érinti a felújítás, hanem az állomást magát is. Ugye itt a tetővel vannak elsősorban gondok, a szigetelését azt el kell bontani, és újra meg kell csinálni, meg kell erősíteni a tetőt, illetve ugye el kell távolítani ezt a rengeteg szennyeződést, graffitit, antigraffiti réteget kell felvinni a falakra. Ezek a munkák, ezek szeptembertől kezdve folytatódnak. Tehát akkor az a tény, hogy kívülről nézve is föl van állványozva az állomás épület, arra utal, hogy itt nagy sürgésforgás következik. Igen, mint az állomás érintettségében, mint pedig ugye, ahogy kifelé haladunk, Üllő és Monor között folytatódik a vasúti pálya felújítása is. Tehát ezt így egyben kezeljük mi, csak szakaszokban lehet megvalósítani. Az utóbbi napokban Kőbánya másik vasútállomásán, Kőbánya felsőn, hogyha az ember jött-ment, akkor látta, hogy festenek, mázolnak, csinosítgatják az állomás épületet, ráfért egyébként. Ott mi újság?
Ott több feladat is volt az állomás érintettségében, például az életvédelmi kerítést kellett pótolni az első vágány mellett, ezen felül a mellékhelységgel voltak súlyos elmaradások, ezeket pótolták, fel lett újítva, ki lett festve, és most, ahogy készülünk az eukarisztikus konferenciára, így még plusz mobil mellékhelységek, WC-k is lesznek majd ott az elkövetkező napoktól kezdve elhelyezve. A botlásveszélyt kellett megszüntetni az aluljáró érintettségében, ott is meg kell tisztítani a falakat a graffititől, ott is 3 méterig antigraffiti réteg fog felkerülni a falakra, és hát ott az állomási névtáblákat is most cserélték. Kőbánya felsőnek is 2 vasútvonal érintettségében van jelentősége, a Budapest 60 Miskolc vasútvonal kapcsán, illetve a Budapest Új Szolnok vasútvonal kapcsán. Ott évente nagyságrendileg 400 ezer utas száll fel, illetve le, és körülbelül 64 ezer vonat áll meg, ami ehhez az utasok rendelkezésére áll. Tehát ez is egy nagyon-nagyon kihasznált szakasz. Kőbánya felsőn ugye egy harmadik platform megépült, utas platform, mert a keleti pályaudvar és a Kőbánya felső közötti szakasznak a 3-as vágánya az folyamatosan épül. Tehát voltak éppen ez az egész környék, ez az egész térség egy jelentős vasúti szempontból jelentős változáson megy át. Meddig mutatnak előre a mutatók? Nagyon szoros az együttműködésünk itt az elővárosban a Budapest Fejlesztési Központtal, hiszen az ő előrejelzéseik szerint az elkövetkező években még nagyon sok utas fog áttérni valószínűleg a vasúti forgalomra, és őket megfelelőbb módon kell kiszolgálnunk. És hát az áruszállítás kapcsán is meg kell említeni ezeket a vasútvonalakat, hiszen az Európai Unió elvárja Magyarországtól is, hogy a közúti áruszállításnak egy jelentős részét 2050-ig átterelje a vasútra. És ezeknek a vasútvonalaknak, nyilván nem ezeknek a megállóknak, de ezeknek a vasútvonalaknak nem csak a személyszállításban, hanem az áruszállításban is kiemelt jelentősége van. Ha egy másik irányba elmozdulunk innen Kőbánya alsóról, akkor a Kőbánya Kispest vasútállomáshoz jutunk, amely ugyan földrajzi szempontból Kispest kerület területén van, de ugye ennek a vonalnak a része. Ott mi történik, most tudja-e, hogy éppen mi zajlik? Kőbánya Kispest érintettségében én annyit tudok, hogy befejeződött a tegnapi napon az addig tartó Kőbánya Tehertől Kőbánya Kispestig tartó felújítás, vissza lehetett adni a vasúti pályát a forgalomnak, a 80 km/h sebességnek, tehát ennek semmi akadálya nem volt. Így a vasúti pálya ott is beszabályozásra került, és ott is cserélték a zúzott kőágyazatot.